Kigyulladt egy fokhagymásszállító kamion kereke az M5-ös autópályán Kunszállás térségében. A sofőr megkezdte az oltást, végül a tűzoltók fékezték meg a lángokat. Szeged felé haladt a román kamion, amikor a mögötte érkező autósok jelezték a sofőrnek, hogy kigyulladt a kamion kereke. Információink szerint a román kamionos azonnal meg is állt a leállósában, lekapcsolta a pótkocsit a vontatóról, közben a rakományra is kezdett átterjedni a tűz. A sofőr porral oltóval azonnal megkezdte az oltást, de végül a kiérkező tűzoltók fékezték meg a lángok tovább terjedését.